30 millió eurót, azaz mintegy 10 milliárd forintot ajánlott fel az Európai Unió Kolumbiának a venezuelai menekültek megsegítésére. Az évek óta tartó gazdasági válság és áruhiány miatt már megközelítőleg 1,5 millió ember telepedett le Kolumbiában, többségük pedig nincstelenül érkezett, így lakhatási és élelmiszer segélyre szorul. Ma örömmel jelentetem be, hogy az Európai Unió újabb 30 millió eurót különít el a venezuelai menekültek támogatására és integrációjára. Erre Kolumbia nem képes egyedül, és nemzetközi segítségre szorul. Ez a humanitárius katasztrófa minden bizonnyal a világ egyik legnagyobbja, mégsem kap elég figyelmet. Az EU most megteszi a magáét, mondta Federica Mogherini, az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. Bogotának az utóbbi hetekben a marxista FARC terrorszervezet újjáéledése miatt is aggódnia kell. Brüsszel 600 millió euróval támogatta a békefolyamatot és a gerillák 2 évvel ezelőtti lefegyverzését. Most azonban kezdenek kiújulni a harcok. Az erőszak sohasem lehet megoldás, ezért határozottan elítéljük a FARC fegyveres szárnyának újraalakulását. Szerencsére csak egy aprócska csoport akarja felrúgni a béke megállapodást, tette hozzá. Brüsszel eddig összesen 130 millió eurót ajánlott fel azoknak a latin-amerikai országoknak, amelyek hajlandóak befogadni venezuelai menekülteket. A mostani volt valószínűleg Mogherini utolsó útja októberi távozása előtt.